Sziasztok! Csak gyorsan megkeresem, mit csináljunk ma, jó? Csináljunk-e Dazisról egy videót, esetleg egy rant videót Szabi Estről? Nem. Ma ugyanis Pikachu-t fogunk hajtogatni. Így van, ebben a mostani videóban szeretnék Pikachu-t csinálni Luffyból, ugyanis Instagramon kérdeztem meg tőletek egy YouTube-on jött komment hatására, hogy mit szeretnétek a következő videóban látni, Linket a Zeldából, vagy pedig Pikachu-t a Pokémonból. Úgyhogy elsöprő győzelemet aratott Pikachu, úgyhogy most azt fogjuk megcsinálni, rengeteg sok sárga Luffyból kell majd piros, meg egy kevéske fekete. I wanna be the very best. Ez lesz majd a lába, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy vajon milyen érdekességet ássak elő a Pokémonról, mert hogy ugye maga a rajzfilm, hát ugye a 90-es évek nagyszerű, ikonikus rajzfilm sorozata volt, de hogy ugye egyébként nincs olyan sok mindent elmondani róla, vagy nincs olyan sok elmondani való, ellenben egy dolgot, ami engem mindig is izgatott. Azaz egy dolog, ami engem mindig is foglalkoztatott a Pokémonok körül, az a neveik eredete. Más szóval a Pokémonok etimológiája. Hát igen, nem volt egyszerű gyerekkorom, hogyha engem már akkor is a Pokémonok etimológiája érdekelt. Valahogy így kell elképzelni. Gergő, lejössz velünk játszani? Nem, most a Pokémonok etimológiája sokkal fontosabb. És voltam mindössze 10 pár éves. De joggal kérdezhetitek, hogy ugyan mi az az etimológia? A Wikipédia szerint az etimológia, vagyis szófejtés, a nyelvészet egyik ága, amely a szavak eredetével foglalkozik, illetve szűkebb értelemben maga a szó eredete. Tehát ez a tudományterület azt mutatja meg, hogy egy Pokémon neve honnan származik, milyen részekből áll össze, és ugye mivel mindnek idézőjelben mondom kitalált neve van, ezért ez egy baromi érdekes téma. Viszont, ha megvan Pikachu egyik lába, menjünk tovább a másikkal. Ez lesz így majd a két lába, és összegyűjtöttem nektek a legérdekesebb, illetve hát a legelterjedtebb Pokémonok neveit, és hogy azok honnan származnak. Maga egyébként a Pokémon szó is egy szó összetétel, vagyis a Pocket, mint zseb, és a Monster, mint szörny elnevezésből jön, és ebből lett a Pokémon. Mielőtt viszont elmondom, hogy Pikachu honnan ered, illetve Pikachu neve honnan származik, megcsinálom a testét. Valahogy így. Pikachu egyébként is szintén két szóból jött össze, mert hogy a Pika-Pika japánul a fényes, szikrázó dolgokat jelenti, ugye nem nehéz rájönnötök, hogy ez hogy jött ide, illetve a csú, meg egyébként a csipogásnak a beszélő kifejező szava, így lett belőle Pikachu. De kicsit tovább megyek, mert hogy a továbbfejlődött változata Raichu, és ugye a csút azt nem mondom el még egyszer, de a Rai egyébként a mennydörgést jelenti japánul. Sőt, japánok mennydörgés istene is egyébként egy kimondottan félelmetes kinézetű Raijin nevű isten. Meg kell most viszont csinálni a fejét. Viszont elmondok még egy érdekességet, ugye Charmander, biztosan ismeritek, az ő neve viszont a Char, mint felperzselt, porig égetett jelent, és a Mander, mint latin származású kifejezés a gyíkszerű létére utal. Vagy ott van például Bulbasaur-nak a neve, ugye angolul a bulb egyébként hát hagymafélét jelent, azt a hagymát, amiből a növények kinőnek, nem feltétlenül az ehető hagymát, a saur meg ugye a őslény gyíkszerűségére utal megint csak. To understand the power that's inside. Szóval, ha bár most még annyira nem látszódik, ez lesz majd itt a feje, ide jön az orra, a két kis piros pötty, meg a füleinek a teteje. De hogy egy kicsit megint meséljek, nem mindegyik Pokémont egyébként ilyen latin, meg mindenféle beszélő nevekről neveztek el, van még pedig kettő Pokémon, akiket híres színészekről neveztek el, mégpedig küzdősportban szereplő színészekről, az egyik ilyen Hitmon Lee,
Bruce Lee-ről elnevezve, a másik pedig Hitmon Chen, Jackie Chanről elnevezve. Vagy vannak olyanok is, akiknek visszafele olvasva érthető a neve, mégpedig Arbok, aki ugye visszafelé Kobra. És egy kígyó. Meg kell most csinálni viszont a füleinek a felső fekete részét. It's you and me. I know it's my destiny. Léteznek viszont olyan pokémonok is, akiknek habár a nevük első fele beszélő név, a második fele a nevüknek egyszerűen spanyolul az 1-2-3. Ilyen Articuno, Zapdos és Moltres. Ugye, ha szépen végignézzük őket, ugye Articunónak ugye az Arctic, mint jeges, sarkvidéki dologra utaló neve van. Aztán ott van Zapdos, akinek ugye a Zap, mint elektromos kisülésnek a hangja van benne a nevében, és ott van Moltres, aki ugye a molten, mint angolul az olvadt szóból jött, ő meg ugye hát egy tűz Pokémon. Ez lesz majd így a kobakja, itt mutatom is egészen közelről. Pár apró simítás még hátra van, ugye a testével majd még szépen össze kell tenni, illetve hát csináltam hozzá egy pokilabdát is. Ami hiányzik még, az a két kis piros kis arca, meg hát a kezei. Viszont a leírásban hagyok nektek odalent egy linket, hogyha esetleg ne talán a pokémonok etimológiája érdekel egy picikét titeket. Egyébként egyébként egészen lenyűgözött a téma, szóval hogyha érdekel titeket a pokémonok elnevezése, akkor odalent, ha ugye megtaláljátok, és ti is utána tudtok nézni, az összes Pokémonnak összegyűjtötték a nevének az eredetét. Szóval, így fog kinézni majd a feje, egy hosszú sárgából még megcsináljuk majd a farkát, és az egészet össze kell tenni a testével, meg a kezeit még hozzá fogjuk illeszteni. Pokémon, oh, a heart so true, a courage will... Szóval, hölgyek, urak, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Én elkészültem, nincs más hátra, mint hogy megmutassam nektek Pikachut teljes egészében Luffyból elkészítve. Ahogy ezt kell, csináltam hozzá pokélabdát is, illetve itt van ő maga is. Igyekeztem mindent rátenni, ami csak kell, ugye megvan a cikcakkos farkincája, van ugye a két kis piros pont az arcocskájánál, van ugye a fekete fülvég, vannak két gyönyörű lába, és ugye egyébként szerintem az egész nagyon-nagyon-nagyon egyben van. Hogyha ti is úgy gondoljátok, hogy nektek is tetszett most ez a Luffy figura, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni, hagyni odalent egy kommentet. Ha pedig ti is szeretnétek valamit látni a következő videóban, akkor pedig hagyjatok odalent szintén egy kommentet, amiben kéritek, hogy mit szeretnétek majd tőlem látni. Én addig is Csatai Gergő voltam a Gergő Luffy-s világával, és a következő videóban pedig találkozunk. Sziasztok! I wanna be the very best. No one ever was. Catching them is my real test. To train them is my cause. I'll travel across the land, searching far and